Köszöntöm nézőinket! Önök a DSTV Mozaik című közéleti magazinját látják. Nem is olyan rég dán vendégeink voltak, akik ugyancsak egy napot töltöttek a városunkban. Látogatásuk a rövid idő ellenére is tartalmasnak és eredményesnek bizonyult. A látogatás célja egy sikeresen megnyert európai városfejlesztési kezdeményezés program keretein belül indult Imperfect City projektindító megbeszélés volt. A hét első napján a dán Aarhus városának önkormányzati képviselői látogattak el Dunaújvárosba az úgynevezett Imperfect City projektindító megbeszélésre. A projekt keretein belül többek között 11 dán civil szervezet és egyesület, valamint holland és portugál városok vesznek részt. Dunaújváros sikeres pályázatának köszönhetően több mint 50 millió forint közvetlen Európai Uniós pályázati összeget nyert el. A pontos program kidolgozása szeptemberben kezdődik el, amely keretein belül az idősebb és a fiatal generációk problémáival, kiemelten ezek korosztályok mentális egészségével, szorongásával, az egyedülléttel való félelem megoldásaira keres problémát. A program megvalósításában a Kortárs Művészeti Intézet vesz részt, és Zsinka Gabriella művészeti vezető vett részt a hétfői programon, aki elmondta, hogy az intézet nagy örömmel csatlakozik ehhez a vállaláshoz. Azt kell tudni nagy vonalakban erről a projektről, hogy van egy vezető fél, egy Aarhus nevű dán városban, egy önkormányzat, ahol a szociális osztályról néhány nagyon elkötelezett és nagyon lelkes kollega elkezdett azon dolgozni, hogy hogyan lehetne élhetőbbé, energetikailag is optimálisabbá, inkluzívabbá tenni az ott élők számára, nem csak a városi tereket, de programszinten is az életet. Tehát egyrészről ez szól a közösségi kohéziós törekvésekről, másrésztről szól terek revitalizációjáról. És ami a legfontosabb, az, hogy az emberekkel való törődésről szól. Zsinka Gabriella szerint mindennek köszönhetően a következő 3 évben pedig egy dinamikus, nagyon izgalmas munkafolyamat következik a projekt tagok életében. A hétfői napon egy 3 fős delegáció érkezett városunkba, Aarhus városából. A delegáció tagjai Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester is köszöntötte egy közös ebéd keretein belül. Szabó Zsolt szerint Dunaújvárosnak, mint gondoskodó városnak kiemelten fontos, hogy megoldást találjon azokra a kihívásokra, problémákra, amelyekre mind az idősebb, mind a fiatalabb generáció néz szembe. Számomra a közvetlen Európai Uniós források mindig lehetőségeket jelentenek egy barátokkal teli Európában, és azt látom most, hogy az a munka, az előkészítő munka, amit sok pályázat esetében megkezdtünk, az egyre többször ér révbe, és egyre több konkrét elbírálás során kapunk pozitív visszajelzéseket, vagy kötünk támogatási szerződéseket, csatlakozási nyilatkozatokat, hiszen a mostani Európai Uniós pályázat kapcsán is, ami miatt a dán delegáció itt volt, ugye az történt, hogy egy dán város nyerte el ezt a pályázatot, ami több millió eurós költségvetésű, és Dunaújváros egy nagy versenyben elérte, hogy csatlakozhasson ez a projekthez, és a 3 másik partnertelepülés egyike lehessünk. Az elmúlt időszak EU-s projektjeinek köszönhetően több európai várossal dolgozhatunk már együtt, talán nem túlzás azt mondani, hogy tartalommal teli részei vagyunk Európának, felkerültünk Európa térképére. Szabó Zsolt szerint több okból is büszkék lehetünk erre az elnyert projektre. Az egyik az, hogy ez egy erős verseny, ahol európai városokkal, portugál, holland városokkal dolgozunk együtt, és sokszor versenyzünk akár Berlinnel, akár Milánóval, és itt elérni sikereket, azt gondolom, hogy azt mutatja, hogy Dunaújvárosnak helye van Európa és Magyarország térképén, és ezért még keményebben és még többet kell dolgoznunk. A másik, ami miatt nagyon büszke vagyok erre a pályázatra, aminek hamarosan egy 50 millió forintos első részlete meg is fog érkezni Dunaújvároshoz és majd a Kortárs Művészeti Intézethez, az, hogy a városban élő emberről szól. És arról szól, hogy a mindennapjainkat, fiatalok és idősek életét Dunaújvárosban hogyan lehet még könnyebbé tenni, és én azt hiszem, hogy ez egy olyan nemes feladat, amiért megéri dolgozni. Szabó Zsolt és Zsinka Gabriella is beszélt arról, hogy a dánokat meglepte Dunaújváros elkötelezettsége és felkészültsége. Lenyűgözte őket a Dunapart, a szociál építészet, a rendkívül zöld környezet, fotóztak, kérdeztek és tetszett nekik Dunaújváros. Úgy tűnik, a világban egyre többen tudják, látják, hogy különleges kincsek között élünk mi, dunaújvárosiak.
most már magunkban, főleg fiataljainkban kell tudatosítani ezt az érzést. Több pályázatnak is köszönhetően elkezdődött és jelenleg is zajlik a Dunaveresi Sportcsarnok játékfelületének parketta cseréje. Ezen felül pedig az is jó hír, hogy a kiszolgáló helyiségek is felújításra kerülnek. Néha még kesernyi és szájízzel gondol az ember a lufiként kidurrant 6 milliárdos sportcsarnok felújításra, és mondhatnánk, hogy mi lett volna ha. De a ha, mint ilyen a sportban, sem a sport infrastruktúrában nem létezik, így maradt a magad uram, ha szolgád nincs. A sportcsarnokban lépésről lépésre sikerült már felújításokat elvégezni, és több százmilliós munkák valósulhattak már meg. Egy dolog biztosan szembetűnő volt mindenkinek, a nagycsarnok parketta felülete nagyon elhasználódott. Most ez következett a soron. Egy olyan beruházást sikerült bepályáznunk, ami ugye a TAO segítségével és több pályázattal megoldható lett, és ennek a fejleményeit látjátok most. Lényegében itt a 40 év alatt nem volt parketta cserélve, nagyon rossz állapotú volt már a talaj, egyszer volt felcsiszolva, és sikerült erre egy pályázatot összehoznunk, el is nyertük. És a lényeg az, hogy egy teljes új parkettát fog kapni a Dunai Városi Sportcsarnok a Magyar Kézilabda Szövetség segítségével, plusz ugye a TAO-s programnak köszönhetően. Elméletileg egy két hete kezdtük el, és ugye ehhez hozzá kell azt is tennem, hogy nagyon nagy segítsége van ebbe a Dunai Városi szurkolóknak. Látjátok, hogy ma jelenleg is segítenek, amit tudnak. Mindenben partnerek, egyszer kellett nekik szólnunk, és ők ebbe úgy voltak, hogy mint B közép azt mondták, hogy ez az ő életterük, és szeretnének részt venni benne. És egy kicsit ilyen családiasan mindenki dolgozik a csarnokon. Minden nap itt vannak, minden nap segítenek a vállalkozónak, legyen ez szökkihúzás, legyen ez szemétszedés, vagy bármilyen építési hulladék bepakolása, ami fontos és elengedhetetlen. És ugye ennek két hete álltunk neki, elméletileg július 18 lenne az átadási határidő, lehet, hogy ezzel csúszni fogunk. Nem probléma, de maximum egy vagy két hetet. Mi már nagyon várjuk, és akkor szerintem újra csináljunk egy bejárást, és meg fogjátok látni a változást. Az azt jelenti, ez a július 18, hogy akkor kezdeni a felnőtt csapat a felkészülést? Így van, a felnőtt csapat július 18-ával kezdeni a felkészülést. Ugye most már vegyes felkészülésünk van, ami azt jelenti, hogy lenne termiedzés, délelőtt fizikai felkészítések, és akkor így belemegyünk az egészbe. Úgy terveztük, hogy a lányok már most elkezdtek otthon dolgozni, tehát most már ilyen aktív pihenőjük van, viszont úgy terveztük az egészet, hogy ez a 6,5-7 hét legyen orvosi vizsgálatokkal, mert elméletileg megint lesz egy elég nagy szünetünk november végén és ugye decemberben. December a hónap végén lesz egy meccsünk, egy bajnoki meccsünk, de majdnem egy hónap és egy hét szünet lesz a bajnokság, megint a világverseny miatt. Ugye most pedig az olimpia miatt fog egy kicsit tolódni, azért próbáltuk egy kicsit úgy csinálni, hogy ez beleférjen. A kézilabda pálya megélt már 40 esztendőt, és egyszer sikerült felcsiszoltatni, ami szemmel láthatóan is, mára a semmi homályába veszett, megviselt volt a pálya. De dolgoznak a szakemberek, sőt még a szurkolók partnerként is segítenek, amiben tudnak. Még néhány hét és elkészülnek a munka folyamatok, a felnőtt csapat július 18-ával kezdi a felkészülést. És még egy jó hír, a pálya felületén kívül az öltözők, folyosók, mellékhelyiségek állapota is rossz volt, de ez is már majdnem múlt idő. Itt is ugye a Magyar Kézilabda Szövetségnél tudtunk pályázni TAO-ban. Az összes öltözőnek a felújítására, illetve az öltöző folyosót szeretnénk megcsinálni, meg itt a játékosok, ahogy bejönnek a port előtti részt. Itt a vízes blokkoktól elkezdve új bútorzatot kap minden öltöző. A zalja, tehát a padlózat is új lesz, álmennyezetek ki lesznek cserélve, a vízvezeték, illetve a fűtés rendszert cseréljük ott le az öltözőkbe, és itt próbálunk ezzel is egy kicsikét a 21. század felé kanyarodni, mivel azért itt ez most már közel 40 éve
lett átadva ez a sportcsarnok. Megújult tehát a Dunajvárosi Sportcsarnok, és már most, kedves szurkolók, kedves dunajvárosiak, már most van egy meghívó az önök részére. Ezért is szeretnénk megkérni erre mindenkit, hogy az első mérkőzésünkre, bajnoki mérkőzésünkre jöjjenek, és nézzék meg, hogy hogyan néz ki ez az új csarnok, ami méltó helye lesz a gyerekeknek, az utánpótlásnak, a felnőtt csapatunknak, és én azt mondom, hogy utána városi rendezvényeket tudunk fogadni, ami eddig nem volt, mert olyan rossz állapotban voltunk, hogy nem tudtuk a sportcsarnokot kiadni ilyen térre. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítség. Valóban az, minden bizonnyal sokan vagyunk, leszünk kíváncsiak az elkészült végeredményre. A közszolgálati tisztviselők napja alkalmából péntek délelőtt átadták a Dunajváros közszolgálatáért elismerést. A díjat idén Péter Kata vehette át a Városháza C-szárnyának házasság kötőtermében. Dunaújváros közgyűlése minden évben Dunaújváros közszolgálatáért díjat adományoz. Az elismerés azon közszolgálati tisztviselőknek adományozható, aki érdemben tett a város fejlődéséért, hírnevének növeléséért, valamint tevékenyen támogatja az önkormányzat működését, közérdekű munkát végez. Az elismerést idén Péter Kata vehette át. A rendezvényt követően Bartendre alpolgármester ismét megköszönte a hivatali dolgozók munkáját, hangsúlyozva: egy-egy ilyen díj sokszor az évtizedes munka elismerése. Nyilván például, amikor egy közszolgálati díj átadásra kerül, az nem, nem csak egy adott évről szól, hanem sokszor akár egy évtizedes munkát is körülölelhet, úgy, mint most Péter Kata esetében is, hiszen nem csak tavaly teljesített kiválóan, nem csak idén teljesített kiválóan, hanem mindig lehetett rá számítani, de sokan elmondhatják ezt magukra, ezért idén is nehéz volt kiválasztani a jelöltek közül, és hát tényleg, ahogy itt elmondtam, nyilván fontosak ezek az alkalmak, amikor még inkább rájuk lehet egy kicsit helyezni a fókuszt, a hangsúlyt, mert igazán megérdemlik, és tényleg az ő munkájuk szükséges ahhoz, hogy Dunajváros is fejlődhessen, és nagyon örömmel támaszkodunk rájuk a mindennapokban. Bartendre szerint a hivatali dolgozók sokszor nincsenek szem előtt, például a városlakók számára. Épp ezért fontos, hogy egy-egy ilyen alkalommal, mint ember is meg tudjanak jelenni, és meg tudjuk köszönni a munkájukat. Ez az egész, hogy meg tudjanak jelenni benne személyként is, hiszen ez a legnehezebb, ez a legnagyobb kihívás egy ilyen hivatali munkában, hiszen a bürokrácia gyakran nem engedi meg azt a mozgásteret, a jogszabályok nem engedik meg gyakorlatilag azt a gondolkozást, ami néha szükséges, és mégis azért jó, és nyilván ezek a díjak is azoknak a személyeknek, embereknek szólnak, akik meg tudnak önmaguknakban is jelenni egy-egy napon vagy egy-egy ügy mögött. Péter Kata 1997-ben diplomázott a Miskolci Egyetemen, mint mérnökinformatikus mérnöktanár, majd 2000-ben az Állami Igazgatási Egyetemen igazgatás szervezőként. 2013 óta dolgozik a polgármesteri hivatalban, intézményigazgatási ügyintézőként kezdte a munkáját, jelenleg vezető ügyintéző a Humán Szolgáltatási Főosztály intézményigazgatósági osztályán. Az elismerést nagy örömmel vette át, még akkor is, ha az érzéseit nehéz szavakba önteni. Ezt most nehéz így szavakba önteni. Megkérdezték tőlem, hogy utána szeretnék-e pár szót szólni. Gyorsan leszögeztem, hogy nem, és nagyon jól tettem, mert nem tudtam volna semmit mondani tényleg ennyi jó után. Hát először is mérhetetlenül örülök neki. Ez egy olyan elismerés, amit tényleg az ember munkájáért kap, és ilyenkor úgy eszébe jut, hogy talán nem dolgozik hiába, vagy nincs hiába ott, ahol éppen van. Sokan megérdemelnék ezt a díjat, természetesen rajtam kívül. Igazi csapatmunkának kellene, hogy szóljon, de nagyon örülök neki. A díjazott a polgármesteri hivatal előtt a Zeneakadémián dolgozott. 10 év távlatából sem bánta meg a váltást. A Zeneakadémia az egy olyan hely, ahova bármikor azonnal visszamennék. Valószínűleg az első hívószóra természetesen az ember sok mindent átgondol. Akkor családi okok miatt jöttem. Ikrek után nagyon hamar jött a harmadik gyermekünk. Egyedül voltunk ott a párommal Pesten, és úgy gondoltuk, hogy a segítségek miatt jobb lenne visszaköltözni a városba, és egyből ide kerültem. Akkor nem bántam meg, tehát tényleg ez olyan, hogy nem volt ez rossz döntés, nincsenek szerintem rossz döntések, nagyon jól érzem itt magam, de igen, az egy teljesen más millió, egészen más. 2024-ben tehát Péter Kata vehette át a Dunajváros közszolgálatáért elismerést. A díjazottnak gratulálunk, a munkáját pedig csupa nagybetűvel köszönjük. A
következőkben pedig az Ormos Intézet megbízásából készült összeállítást láthatják. Köszöntöm Önöket! Stúdiónk mai vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Szeretettel köszöntöm Önt! Jó napot kívánok! De nagyon sokaknak itt fáj, ott fáj, hol időjárásra, hol pedig akár már a mindennapokban is érezhetjük az ízületeinket. Mikortól beszélhetünk porckopásról? Mikor érdemes orvoshoz fordulni ezzel? Az, hogy a panaszok hátterében valójában porckopás áll-e vagy nem, azt hát egy vizsgálati sor követően tudjuk kimondani. Tehát otthon ránézésre nem tudja megmondani magának senki, sajnos, hogy az ízületei éppen miért fájnak. Hogyha az a kérdés, hogy porckopás van-e vagy nem, akkor kell csinálni az illető ízületről legalább egy röntgenvizsgálatot, és akkor a röntgenvizsgálaton látottak alapján lehet azt megítélni, hogy az ízület az kopott végül is, vagy nem kopott. Mitől alakulhat ki a porckopás? Ezt lehet mondani, hogy az évektől, meg tehetünk érte nagyon sok mindent, vagy a túl kevés mozgás, vagy a túl sok mozgás, vagy az elhízás, ezek azok, amik leginkább tudják befolyásolni ezt a dolgot. Sajnos ellene viszonylag kevés dolgot tehetünk. Tehát ez egy nagyon rosszul megelőzhető betegség, akinek ki akar alakulni, annál ki fog. Illetve nagyon érdekes, hogyha az illető körülnéz a családjában és talál porckopásos beteget, akkor számíthat arra, hogy ez nála is jelentkezni fog. Ez mivel függ össze vajon? Ez nagyjából azzal függ össze, hogy az ízületeket mennyire terheltük, illetve hogy az ízületeknek az alapfelépítettsége az milyen. De hozzávehető még az is, hogyha valakinek van mondjuk egy tengelyeltérése a térdében, bukájában, esetleg a csípőjében, akkor rögtön az alsó végtagnak teherviselő ízületei olyan terhelést kapnak, amikre nem találták ki őket, amik nem megfelelőek annak a statikának, ahogy őket megtervezték, és akkor bizonyos területeik terhelődnek túl, és ott nyilván egy idő után a porcborítás föladja a harcot, és akkor előbb-utóbb panaszok lesznek belőle. Tehát, hogyha a statikánk egy kicsit megborul, akár a lábfejben, akár gerincben, bárhol, akkor már porckopás alakulhat ki. Igen, tehát hogyha nem homogénen terheljük az alsó végtagot, akkor igen, az egy tényező abban az irányban, hogy ez a porckopás kialakuljon. Na megtudta a paciens, hogy neki bizony porckopása van. Mi az első? Ugye a reklámokból nagyon sokszor tablettákat hallunk, tehát hogy mik ennek a fokozatai? Igen, hát a reklámok azok tele vannak olyan gyógyszerekkel, amik erre a problémára vannak kitalálva, hogy itt lehet fájdalomcsillapítókat használni, izomlazítókat, krémeket használni. De fájdalomcsillapítóval élni azért az életminőséget jelentősen befolyásolja. A fájdalomcsillapítóval nekem alapvetően az a problémám, hogy az egy tüneti kezelés, tehát attól az még rossz, hogy az illető nem érzi, hogy az ízülete fájdalmas. Attól még ugyanúgy strukturális eltérései vannak, csak a fájdalomcsillapító miatt még egy kicsit jobban is használja, mint hogyha érezné a fájdalmat. Tehát nem biztos, hogy egy fájdalomcsillapító az a jó megoldás, hogyha valamit tenni akarunk az ízületeinkkel. Nagyjából arról lenne szó, hogy ilyenkor a kisebesedett ízületi belfelszint, ami végül is aztán utána a nettermelésnek a csökkenéséhez, illetve a fájdalom kialakulásához vezet, azt valahogy gyógyítsuk meg. Ennek van egyébként eljárása, amivel ezt meg lehet tenni. Ugye, hogyha porckopás kialakult, akkor különféle fázisokon megy át az ember, egészen addig, amíg az orvos azt javasolja, hogy hát itt már protézist kell beépíteni. Mi az, amit még ezelőtt meg lehet tenni azért, hogy az életminőségünk javuljon és ne éljünk fájdalomban? Először is figyelni kell az embernek a saját ízületeire. Tehát ezekkel a kopásos jellegű betegségekkel az a probléma, hogy amikor elkezdődik az egész, akkor az első pár lépés vagy pár mozdulatot követően a dolog ki is oltja magát. Megszűnnek a tünetek maguktól, ezért aztán a beteg gondolhatja úgy, hogy olyan nagy baj nincs is, holott ilyenkor már rákerült arra az útra, ami valóban oda tud torkolni, hogy aztán később majd az ő ízületét ki kell cserélni. Hogyha időben észben kap és a diagnózis időben megszületik, akkor onnantól kezdve ezzel a PRP-nek nevezett eljárással az ízületi belfelszín az módosítható úgy, ezek a sebek, amik ilyenkor az ízületi belfelszínt borítják, ezek elmulaszthatók úgy, hogy a beteg aztán végül is panaszmentes lesz, és nem azért, mert nem érzi a fájdalmat, hanem azért, mert tényleg nem is keletkezik. Mi ez a PRP kezelés? Ez a PRP kezelés egy rendkívül szellemes dolog, én nekem nagyon tetszik az, amiről az egész szól. Úgy a szervezetnek van egy öngyógyító kapacitása. Minden seb meg tud gyógyulni, hogyha azt a környezetet megkapja, amiben tényleg minden együtt van ahhoz, hogy a gyógyulás bekövetkezzen. Ez kortól függetlenül. Tehát, hogyha én ugyanazokat a körülményeket biztosítom neki, ami neki a legjobb, akkor egyszer csak elkezdi magát gyógyítani. Ez így van, igen. Ennél a kezelésnél is nem azt szoktuk mondani, hogy korfüggő, hiszen számtalanszor kapunk ilyen kérdést, hogy 86 évesen mehetek-e még ilyen kezelésre, van esélyem. Általában azt szoktuk rá mondani, hogy ha az ízületi kopása olyan fokú, hogy megengedi ezt a kezelést, akkor nem számít. Tehát az ízületnek a problémája az, ami igazándiból érdekes. Most, hogy miről szól ez a kezelés? Ugye ilyenkor azokat a növekedés, illetve gyulladásos faktorokat, amik végül is a gyógyuláshoz fognak vezetni, azt valahogy koncentráltan a sebzett környezetbe, tehát az ízületnek a belsejébe kell juttatnunk.
Most ezek az anyagok, ezek nagyon helyesen be vannak csomagolva vérlemezkékbe, és ezeket a vérlemezkéket, ezeket a vérből izolálva, nyilván nem az összeset, hanem egy meghatározott mennyiséget, ezeket izolálva egy injekció formájában be tudjuk adni az adott izületbe, nagy izületekről van szó, döntően csípőről, térdről, és ott ezek a vérlemezkék, ezek a bennük található növekedési és gyulladásos faktorokat az izület belfelszínére juttatják. És a többi az már a szervezet saját története. Tehát otthon akkor senki ne próbálja ki a PRP-kezelést, ez nem erre. Realitása nincsen, tehát ehhez egészségügyi intézeti keretek kellenek, hogy ezt valaki meg tudja magának csinálni. Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Leveszik a vért, és abból vonják ki azokat az anyagokat, amikre szükségem van? Hát a gyakorlatban ugye először meg kéne állapítani azt, hogy olyan a probléma, amire ez használható, tehát először azért tényleg meg kell vizsgálni a beteget. Ezt ortopédsebész vagy reumatológus kollega végzi, és kiegészítésképpen ilyenkor általában történik egy röntgen vagy egy ultrahang vizsgálat a panaszos izületről. Hogyha ez azt igazolja, hogy olyan fokú ez a kopás, és tényleg kopás van a hátterében a panaszoknak, akkor meg lehet adni ezt az injekciót. Innentől kezdve úgy néz ki maga a kezelés, hogy a betegtől leveszünk egy meghatározott mennyiségű vért, ez általában nem túl sok, de mondjuk több annál, mint amit egy egyszerű vérvételnél le szoktak venni, és ebből egy meghatározott eljárással a vérlemezkéket, és szinte csak a vérlemezkéket kivonjuk, ezt sűrítjük egy oldatba, ez körülbelül 1-2 milliliter lesz a végén, majd ezt az illető visszakapja a panaszos izületével, hogyha térdizületről van szó, akkor a kollégák jó része azért ezt már saját kézből tudja adni ezt az injekciót, tehát nem kell hozzá semmiféle vezérlés. A csípőizület az egy kicsit macerásabb, úgy szoktuk mondani, mert ahhoz azért legalább egy C-karos röntgen vezérlés az kell, ezt meg is tudjuk oldani, de ott azért nagyon, nagyon pontosan el kell találni azt az izületi részt, hogy biztosak legyünk abban, hogy a PRP oldat az tényleg az izületbe kerül, és nem a környezetébe. Ugye van olyan megoldása a porckopásnak, amikor ezt az izületi folyadékot juttatják vissza. Na most ez általában elég fájdalmas szokott lenni. Mennyiben fájdalmas a PRP kezelés? Nem fájdalmas. A szúrással kell leginkább tudatilag megbarátkozni. Tehát nyilván az illető érzi a szúrást, ezzel nem tudunk mit csinálni, bár megpróbálunk egyébként ezen is egy kicsit enyhíteni, tehát hogyha valaki nagyon tart ettől az egésztől, akkor egyrészt nyilván megmutatjuk, hogy nem kell tőle tartania, megmutatjuk neki azt a környezetet, ahol az egész történni fog, illetve utána a szúrásnak a helyét azt még egy kis fagyasztással meg is próbáljuk érzésteleníteni, de alapvetően nem egy hosszadalmas dolog, járóbetegként meg lehet csinálni, ezért is szeretik igazándiból nagyon, mert bejön, megkapja, hazamegy. Tehát nem az van, hogy utána a rehabilitáció és feküdni kell, és nem terhelheti, és nem állhat rá. Annyit szoktunk kérni, hogy 48 órán keresztül azért még, ha lehetne, nagyon sportoljon. És utána mikor jelentkezik ennek a pozitív hatása? Illetve milyen arányban számolhatnak be pozitív történetekre? Hát, hogyha ha megfelelő indikációban alkalmaztuk a dolgot, akkor a fájdalomcsillapító hatás az pár napon belül kifejezett. Ahhoz, hogy a sebgyógyulás megtörténjen, ahhoz azért egy kicsit több idő kell, hát ez nem fog egy napon keresztül lezajlani, ahhoz kellenek hetek általában. A betegek járnak vissza egyébként kontrollra, és azt szeretjük nagyon látni, amikor a beteg jön vissza kontrollra, először még mondjuk bottal, sántikával, segítséggel jön fel az intézetnek a lépcsőjén, vagy föl se tud jönni a lépcsőn, hanem az akadálymentesített bejáratot kell használja, és aztán utána, hogy jön vissza kontrollra, szépen lassan tud lépcsőzni, eldobta a segédeszközeit, és tényleg kivirult az illető, most ehhez tényleg az kell, hogy megfelelő indikációban és megfelelő vérlemezkes helyszámot kapjon. Ezt egyszer kell megkapnia? Hát úgy szoktuk csinálni általában, hogy háromszor szoktuk ismételni. Meghatározott időközönként, de hát akinek az első injekciót követően pozitív tapasztalatai vannak, az sokat nem szokott habozni azon, hogy most akkor a másodikat, meg a harmadikat megadjuk-e neki, és ott már egyébként az, hogy szúrás, meg műtői körülmény, meg beöltözve, az nem igazán szoktam erre érdekelni betegeket. Tehát porckopás esetében is akkor van segítség, nem kell rögtön a protézishez nyúlni, hanem már előtte is vannak olyan lépések, amiket megtehetünk, például a PRP kezelést is. Köszönjük szépen, doktor úr! Köszönöm szépen. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat újra megtekinthetik a dstv.hu-n, illetve a közösségi oldalunkon. Jövő héten pedig egy új összeállítással jelentkezünk majd. Viszontlátásra!